hogy a gurtni megfeszül, akkor szoktak általában csinálni valamit. Na itt vagyunk, egyik Diósi Cilukával, ballagunk, és itt vagyunk a Szürikével is. Kisebbre akarom venni a izet. Fogjad őt, mert majdnem, hogy elengedtelek, vedd úgy, hogy el vagy engedve. Majdnem, hát majdnem úgy volt. Na, itt van, most már jobban lát. Na, itt van a Szürike is. Ügettünk is. Gyere, ügessünk mögé. Indítsd előtt. Ez az. Jó, kis babuci. Jó, okosak vagytok. Jön a Csődike, meg rakunk a Bencuskánk, itt van. Rádobunk új kancára is egy nyerget. Viszont most fogjad, mert megsimítem. Fogom, nyugodtan. Várjál, akkor viszont lerakom. Vagy, de nem, csak fogjad. Most már mehet, mehet. Nyugodtan. Nyugodtan. Nyugodtan simítsd meg. Ez az, jó. Elengedtem a magát nagyon szépen. Meg kell őket, tele vannak energiával, elég egy kis nesz. Ha meg ugye az egy kicsit már elfáradtak, akkor elég 30 nesz kell ahhoz, hogy azt a reakciót váltsa ki. Valami megijed valamit. Meg a gurtnit, az a legfontosabb. De megijed, megfeszül, na akkor szoktak valamit. Nem azért bakozik ő, mert ott megijedt is, akkor menne arra, nem. Akkor feszül meg a gurtni neki. Na. Jó. Jó. Következőbe áll a mezzó, és jön a Csődike, meg a kanca. Na, ez az. Minden napos dolog, ezt mondom a csajoknak is. Ez ugyanaz, mint bemegy a boxba, oda megy a kripni, ez be van öntve a hamika, mindent megszokik. Első nap idejöttek, öntöttük az abot, jó, mi az? Megijedtek. Aztán minden nap plusz. Csinálunk egy becsapóst, ahol gondolod, Bencuskám, és haza. És amíg felülünk egy 10-szer, meg leszállunk. Az is mind tanítás. Csak a hónap folyt köv. A Bencus nélkül. Hát elérem a kis füledet. Na, így mennek a kis jellingecskék. Földobunk ugye a tegnapi kancámra is egy nyerget. Tegnap érkezett. Csórikám mutatott bőven, de Bencus itt van, azért meg tudja jól fogni. Az hónap már szerintem könnyebben vagyunk. Ezt azt nem is kell mondani, a Bencusnak tudja. Becsapós. Minden nap ide kijönnek, az olyan, mintha hazamennének, vagy parámba mennének. Lovasok simogatják őket föntről. Úgy, és megyünk alamezzel. Jó. Gyertek, figyeljetek majd befelé, tudod, lábacska. Maguktól mentek be. Most nem maguktól mennek be. Inkább megállunk az ajtó előtt egy kicsit. Jó, nyugodtan álljatok meg, ha úgy van. Itt vagyok, én nagyon figyelek. Én meg fogok itt neked állni, drágám. Itt megállunk, mert az aranyos is. Adja magát. Szerbusz, kicim. Úgy, itt bejövünk. Most lerakom, de csak azért rakom le. Jó. Gyere vele, körbe mehetsz kicsit. Aha, persze. Nagy szokja. Csak azért rakom így majd le a kamerát, mert földoblak egy 10-szer. 5-ször biztos. Ott is. Várj, megnézzük őket. Minél többször föl, minél többször le. És az már nekik nudlika lesz. Jó van, kis baba. Igen, ez a gótni nyomja őket. Jó van, ne szújkozz. Na várj, megpróbáljuk így fölülni. Figyelj, mert nem fogom. Jó, kicsit gyere erre, mert inkább ide, ne az ajtó, hogy kiszaladjon itt. Hát tényleg nem fogom most. Jó, engedem. Ti is megvagytok. De most így. Hopp. Ubazd meg, rácsosó vagytok, ajjaj. 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 Ez egy kicsit... Jó. Nagyon jók vagyunk, drága. Ó, akkor ez a simagas, jó hosszúra engedlek. És így próbáld irányítgatni, megállhatsz, elindulhatsz, nem baj, ha áll egy kicsit, akkor jó megsimogatod. Ez az, hogy érezze anyus, tudod, egy kis kontaktap, úgyhogy nyugodtan hallani lehessen a hangját a veregetésnek, akkor inkább így mondom. Jó? Megállsz és megveregeted. Ez az, ez az. Ez az. Próba hátul, odafigyelj nagyon, egy kicsit odafigyelek a szárral, úgy. Nagyon jó. Tökéletes. Úgy, és mehetünk megint, leszállunk még, azt hiszem 2 vagy 3 van még, lemeg felszállás. Meg legyen az 5. Kész. Jó,
lerakom, és még föl leszállunk.